A 21. században nehéz elképzelni egy háztartást vezetékes ivóvíz nélkül. Tamási több területén is fennáll ez a helyzet, ahol a külterületi részeken élők a mindennapi vízellátását saját furtkutakból oldották meg, illetve az önkormányzat lajtos kocsin hordta számukra az ivóvizet. A település a probléma orvoslására Süli Jánostól, a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli minisztertől, Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselőjétől kért segítséget. Paks az nem csak paksi atomerőmet épít, hanem van egy komoly térségfejlesztési szervezetünk. Mellette még ugye megalakítottuk a kiemelt térségfejlesztési tanácsot is, és ennek keretében akkor ami forrásokat a költségvetés tud biztosítani enged, hisz mindenért meg kell dolgozni, azzal a településeket is próbáljuk támogatni, ez is ebből a forrásból valósult meg. Tamási sajátos település szerkezetéből adódik, hogy voltak eddig olyan külterületi ingatlanok, ahol az alapvető infrastruktúra, a víz is hiányzott. Ezentúl nem kell majd a közkútra járni a vízért a külterületen élőknek. A beruházás második szakasza is elkészült, tudtuk meg a település alpolgármesterétől. A szakaszos beruházásokról beszélünk, a jelenlegi helyzetben egy nagy szakasz készült el 3 km hosszban a Kosba-Tuskós-Újvárhegyi rész, ahol közel 350 érintett lakos van, akik eddig nem rendelkeztek vezetékes ivóvízzel. A 21. században ilyen problémákkal foglalkozni igen szomorú, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy a program végeztével, hogy végigmegyünk ezen az ügyön, nem lesz ellátatlan területe a városnak ilyen szempontból, és nyilván egyéb ügyekben, úthálózatfejlesztésben, akár szennyvízhálózat kiépítésben is tovább megyünk. Az Adorján új telep után most a legnagyobb külterületi település részen Kosba-Tuskós-Újvárhegyen is kiépülésre került a vezetékrendszer. Az ott lakók megkapták az értesítést, hogy a szolgáltatóval megköthetik a közszolgáltatási szerződést. Ezt követően pedig néhány héten belül minden háztartásba bekötik az ivóvizet. Emellett hamarosan megkezdődhet az Adorján pusztai régi elavult hálózat cseréje, amelynek kivitelezésére már kiírták a közbeszerzést. Ezt követően Öreghenye következik, így nyár végére mindenhol befejeződhetnek a kivitelezési munkálatok Tamásiban.